Én abból a szempontból közelítettem meg ezt a jelenséget, vagy ezt a helyzetet, hogy mennyire alkalmasak az ilyen jellegű szituációk arra, hogy nagyon fontos kérdéseket lesöpörjünk az asztalról, tehát ne foglalkozzunk olyan ügyekkel, amelyek a magyar társadalom tekintetében mindannyiunkra kivétel nélkül, tehát hogy legyen az gyurcsányista szavazó, legyen az LMP-s, vagy Mi Hazánkos, vagy Fideszes, meglehetősen súlyos következményekkel fognak járni. Hát ha egy példát ki tudok emelni, akkor a közelgő WHO szerződést tudnám kiemelni. Ugye ennek a különböző elemei és részei ebben a műsorban, korábbi beszélgetéseinkben már terítékre kerültek. Itt olyan súlyos a magyar állampolgárok egészségügyi szuverenitására vonatkozóan olyan súlyos elképzelések akarnak megvalósulni, amely hajmeresztő. Most nem akarok ebbe belemenni, csak egy-két mondat azoknak, akik nem követték korábban ezeket a folyamatokat. Tehát arról van szó, hogy a WHO hatáskörébe kerülnének olyan intézkedések, amelynek keretében Tedros Ghebreyesus főigazgató egy marxista, egykor terrorista szervezetet, a Tigrei Népi Felszabadítási Frontot vezető Tedros Ghebreyesusról van szó, amit terrorista szervezetként apostrofálnak. Ugye ő ebben a negyedik legfontosabb ember volt, tehát hogy az ő hatáskörébe olyan jogok kerülnének, amelynek keretében a világ bármely pontján egészségügyi vészhelyzetet hirdethet, és onnantól kezdve a WHO irányítása, útmutatása lenne a kötelező, tehát hogy ez azt jelenti, hogy bárhol bárkit kényszeroltási programnak vethetnek alá, ez csak az egyik eleme ennek a veszélyes helyzetnek és szituációnak.